Az egészségvédelemről szóló új törvénnyel összhangban 44 vajdasági egészségház a tartományi egészségügyi titkárság hatáskörébe került. Egyebek között az alapítói jogok átvételéről tartottak ma vitát a tartományi képviselőházban. Valójában itt az önkormányzatokat, függetlenül, hogy nem lesznek alapítók többet, nem szabad kihagyni az egészségházak működéséből, azért, mert eddig is sok helyt valójában az önkormányzat biztosította azt a pénzforrást, hogy kontinuális egészségügyi ellátás legyen. Az ellenzéki pártok többsége nem támogatta sem az egészségügyi rendszerről szóló javaslat elfogadását, sem pedig a környezetvédelmi nyilatkozat meghozatalát. Az ellenzéki képviselők szerint a jelenlegi nyilatkozat nem a valódi problémákkal foglalkozik. Vajdaság területén az ivóvíz továbbra is ihatatlan, mondta Csonka Áron, a VMDK tartományi parlamenti képviselője. Sem az ellenőrzők szervek, sem a felügyelők, sem pedig a titkárság nem tettek semmit, hogy betiltsák ezt a vizet, mint olyat emberi fogyasztásra, és elrendeljék az önkormányzatoknak, hogy biztosítsanak megfelelő minőségű ivóvizet. A nyilatkozattal a tartományi kormány a környezetvédelem fejlesztésére fekteti a hangsúlyt, hangzott el az ülésen. A dokumentum feltérképezi azokat az intézkedéseket is, amelyeket a jövőben érvényesíteni fognak. Emelte ki Igor Mirovic, a tartományi kormány elnöke. Želimo da unapredimo sistem i kvalitet u oblasti životne sredine. U svim segmentima života, od obrazovanja najmlađih, za što posebno pripremamo odgovarajuće akcije, od učešća nevladinih organizacija, civilnog društva u promovisanju svih mera koje želimo da donesemo u ovoj oblasti, u delu pripreme projekata za izgradnju odgovarajućih postrojenja, koja nam nedostaju kada reč o zaštiti životne sredine. A tartományi kormány 6 napi rendi pontja között szerepelt a 2019-es mezőgazdasági tervezet megvitatása, illetve az Európai Ügyek Alap 2018-as jelentésének elfogadása is.